Nem, ez az egy nagyon ősi anyag, már az őskor végétől használják, de legelterjedtebb a nomád népeknél és a viking népeknél. Igazából ez egy apjú, ami szét vannak a szálak, ez meg van mosva, majd azután egy ilyen fémszálak segítségével az egészet széthúzzák a gyapjú szálakat, és utána megfestik, és egy kiváló alapanyag, amit, hogyha az ember ilyen szappanos vízzel összedolgoz, akkor nagyon kreatív módon, nagyon sokféle dologra felhasználható. Például ma már lehet látni olyan tárgyakat, hogy például sál vagy sapka formájában is hordják, úgyhogy nagyon divatos lett. Nagyon meleg, nagyon egészséges, egy lélegző, élő anyag, úgyhogy csak jó dolgokat lehet róla mondani. És fontos, hogy gyerekek minél több ilyen élő anyaggal találkozzanak. És mitől lett ennek ilyen színe? Hát ezeket megfestik valamilyen festékkel, tehát igazából teljesen szabadon festető. Igen, hát sajnos nem, mert a természetben mondjuk nincsenek meg ezek az ilyen nagyon éles, például a kék szín azért nagyon ritkaság, hogy inkább a zöldes, sárgás, valami, ez ennyiben már egy kis kompromisszum a mai kor és a régi korok között. Ez mondjuk egy természetes színű nemez, meg mondjuk ez a fehér. Ezen jól látszik, hogy ebben még ott vannak ilyen apró kis szennyeződés darabkák. De a többi az teljesen már ilyen gyári szín és minőség. Akkor ezeket nem te készítetted otthon? Én azt hittem, hogy lenyírtad a birkákat és hoztad magaddal. Én nekem vannak otthon birkáim, és szoktam is őket nyírni és készítek, de hát ez óriási munka. Tehát ezt régen ugye az emberek rengeteg szabadidővel rendelkeztek, és főleg a nők tevékenysége volt természetesen, mint egyébként is ez a jellemző. Úgyhogy ők készítették, és főleg a jurtának az oldalát fették nemezlapokkal. Az volt a jellemző, hogy a gyapjút a megmosás után ugye egy ilyen megkártolták, meghúzatolták, és utána beletették egy nátszövet szőnyekbe. És akkor azon vannak László Gyulának korabeli ábrázolásai, hogy az alkarjukkal összedörzsölték, és hamus vízzel locsolták, ugye nem szappanos vízzel, hanem hamus vízzel, és akkor így lassan ezek a szálak összetapadtak. Egy ilyen nemez borítású jurt, az kb. 5 évig bírt a nemezrétek. A nemez legnagyobb ellenség az a moly, úgyhogy a moly az képes megrágni, és ugye lyukat képezni rajta, és onnantól kezdve elveszti a vízzáró képességét. Egy jó nemez, az bizony fantasztikus képességekkel rendelkezett. Hát régen a pusztán a nemez kalapokra az volt a jellemző, hogy például az alföldi pásztorok olyan nemez kalapokat vettek, hogy fölvette a fejére a kalapot, és a barátja rásuhintott egyet egy bottal a fejére, és a kalapnak meg kellett tartani az ütést. Vagy megfordítva beleöntötték a bort, és meg kellett tartani a bort, úgyhogy ez nem folyik ki belőle. Tehát ez egy kiváló víztartó, és még hogy veszük, még ilyen bukós isak jellegű funkciója is volt. Tehát például a betyár kalap, ami nagyon klasszikus formájú, hogyha a talpunk alatt a fütyül a szélre gondolunk, vagy a klasszikus Rózsa Sándor sorozatra, akkor azokra ilyen fantasztikus tulajdonságok is jellemzők voltak. Hát sajnos ma már ez az egész klasszikus felhasználása az eltűnt, most sokkal inkább ez a kreatív hobbi felhasználása jellemző a nemeznek, hát ez az átalakulása az anyagoknak, hogy mi lesz a vége. Én már nemrég ilyet hallottam, hogy házak szigetelésére is használják, úgyhogy ez már így a high-technek egy új verziója, és majd feltalálja majd valamelyik nagy, hatalmas házépítő cég, hogy milyen kiváló hőszigetelő is, úgyhogy lehet, hogy majd ez lesz majd a történetnek a vége.